az volt, hogy én nagyon örülök ennek a felkérésnek, ezt a várost én nagyon szeretem, bizonyos értelemben sok mindennel úgy érzem tartozom a városnak, és a feladat nagyon kedvemre való volt. Azt gondoltam, hogy végre hosszú évek, évtizedek után egyszer nem telefonkönyvet kell felolvastatnom a művészekkel, nekem se kell udvariasi látogatásokat és telefonkönyveket olvasva végig válogatnom ezt az anyagot, hanem valóban elindul egy olyan kezdeményezés, ami a világban máshol is nagyon sok helyen működik, nagyobb helyeken, nagyobb szervezetekben, nagyobb színhelyeken, például a Velencei Biennálén vagy a Kasseri Dokumentán, amikor ugyanis megbíznak egy-egy művészettörténészt, szakembert, aki azután persze maga vellé vesz a nagy feladathoz mérten egy társaságot, akikkel együtt dolgozik, azzal, hogy egy bizonyos területnek, egy bizonyos korszaknak a művészetéről válogasson és adjon képet a közönségnek, a szakmának, olyan képet, amit ő maga is szeretne látni. Én akkor azt gondoltam, hogy valóban úgy indulok neki ennek a feladatnak, hogy egyszer az életben most olyasmit válogatok a pécsi művészektől, amit én magam szeretnék. Ezért nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kiállítás borzasztóan elfogult, nyilvánvalóan nagyon igazságtalan, mert sok ilyen válogatást lehetne csinálni, nagyon személyes, az én személyemhez kötődik, és mindenkit persze arra kérek, hogy ezt az elfogultságot, amit én nyíltan bevallok, és ezt a személyességet próbálja meg tolerálni. Az egész biztos, hogy a következőkben, mivel ez egy kiállítás sorozatnak indul, amelynek a következő tagjait a következő években más művészettörténészek fogják válogatni, ugyanilyen szubjektív, ugyanilyen elfogult kiállítások lesznek. Mi volt a fontosabb, hogy ki kerül be, vagy hogy ki marad ki? Én nem, mondjuk nem futballista csapatok összeállítására vállalkoztam. Én elsősorban műveket kerestem, olyan műveket kerestem, nem is alkotókat, hanem valóban műveket, amelyekről az a benyomásom van, hogy ezeknek egyrészt, ahogy a katalógusban is ezt megpróbáltam megfogalmazni, semmiféle vidék komplexumuk nincs, tehát az illetők, művek nem szoronganak attól a tudattól, hogy ők vidéken készültek, teljesen normálisan viselkednek. Másrészt pedig megpróbáltam azokat a fajta műveket megkeresni, amelyek tükrözik nem elsősorban azt, ami Pécset van, mert az azt tulajdonképpen szerintem igazából nincs is, az pécsi művész, aki Pécset van és művész. Hanem azokat a művészeti folyamatokat, amelyek a világban mindenütt tükröződnek. És úgy gondolom, hogy az általam válogatott művek, akármilyen elfogultak, akármilyen milyen személyesen válogatottak is, ezt egészen biztosan tükrözik. És hogy ajánlana a közönség figyelmébe ezeket a műveket? Hát úgy ajánlanám, hogy álljon a szeme előtt egy rettenetes gonosz boszorkány, akinek a keze ebben a válogatásban benne van, mindenért a boszorkányt kell okolni, semmiért sem a műveket, és hogy minden esetben egyrészt próbálja meg megtalálni azokat a közös szálakat, amelyek a művek között húzódnak, ezeket nagyon könnyen, akár színben, akár formában, akár dekorban meg lehet találni, kicsit a rendezéssel is igyekeztem ezt hangsúlyozni. Másrészt pedig, hogy ne csináljon nagy drámát az ügyből senki, se a közönség, se a résztvevők vagy a résztnemvevők. Egy világban, amiben annyi minden borzasztó komoly dolog történik, azért ez mégiscsak egy kiállítás. Csak ott persze csak idézőjelben mondom, mert művészettörténész vagyok, és számomra kevés dolog van fontosabb, mint egy kiállítás. És gondoljon mindenki arra, hogy a következő kiállítás egész biztos teljesen más lesz. És én sem leszek megsértve, ha az más lesz. A Pécsi Napok gazdag programjában először az első magyar könyvvásárról szól a vásár egyik leendő résztvevője. Mi örömmel hallottuk ennek az első magyar könyvkiállításnak és a vásárnak a tervét, és amikor a lehetőség megteremtődött a részvételre, mi azonnal jelentkeztünk is erre a vásárra, mert egy kis kiadó számára, de úgy gondolom nem csak a kicsik, hanem nagyok számára is, egy nagyon jó bemutatkozási lehetőséget jelent. Továbbá azt is reméljük, hogy a könyvszakma jelenlegi, sok szempontból meglehetősen válságos helyzetében egy nagyon jó találkozási lehetőséget a könyvszakma képviselői számára. Találkozhatnak itt azok a kiadók, amelyeknek sok szempontból azonos az érdekük. Tehát a kiadók kicserélhetik egyrészt gondjaikról és a megoldási lehetőségeikről véleményüket. Másrészt találkozhatnak azok, akik talán a legjobban egymásra vannak ma utalva a könyvszakmában, a kiadók és a terjesztők.
Ezért nagy érdeklődéssel várom például azt, hogy a terjesztők milyen módon fogják képviselni magukat, és mennyire teremtődik meg az a lehetőség, hogy a kiadók és a terjesztők a jelenleginél szorosabb, megbízhatóbb, tervezhetőbb kapcsolatba kerüljenek egymással. És végül, de nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy a könyvszakma az nem önmagáért van, és nem önmagáért dolgozik, hanem mindenekelőtt azért, hogy ezek a kiadványok, ezek a könyvek eljussanak az olvasóhoz. Ez a mostani könyvkiállítás és vásár megítélésem szerint egy nagyon fontos kapcsolatteremtési lehetőség lehet az olvasókkal is, egy olvasói igényfelmérés, például számunkra egy kis kiadó számára. Nagyon fontos, hogy előzetesen ismerjük egy-egy tervezett kiadványunkkal kapcsolatban az olvasói igényeket, hiszen bár könyveink a hely szellemében és ígézetében születnek, de legtöbbjüknek egyetemesebb mondandója, egyetemesebb vonatkozása is van, hadd említsek ezek közül néhányat. Terveink között szerepel például az egykori neves és ipartörténeti, kultúrtörténeti szempontból egyaránt igen figyelemre méltó pécsi családnak, az Angster családnak és az Orgonagyárnak a történetét feldolgozó munka. Meggyőződésem, hogy ez nem csak Baranya megyében tarthat számot érdeklődésre, hanem az országban, sőt, Közép-Európa egészében, hiszen ezek az orgonák más országokban is megtalálhatóak. Vagy idén tervezzük a karácsonyi könyvására megjelentetni N. László Endrének a Csalló közben gyűjtött Mátyás királlyal foglalkozó mesegyűjteményét. Nyilvánvaló, hogy ez sem pécsi vagy baranyai vonatkozású, hanem országos, sőt a határokon túl, például a Felvidéken, Szlovákiában is érdeklődésre számot tartó kiadvány. Azt várjuk tehát, hogy terjesztőkkel, olvasókkal való kapcsolataink elő fogják segíteni azt, hogy a kiadói terveink azok minél reálisabbak és megalapozottabbak lehessenek. Lesznek olyan könyvek, amelyeket pontosan a vásárra jelentetnek meg? Igen, két ilyen könyvünk lesz, amelyet sikerült a vásár időtartamára megjelentetni. Az egyik Ferling Józsefnek a Széntiszta igazság című Komlóról foglalkozó riportkötete, amely ennek a bányászvárosnak számos ügyes-bajos gondját, problémáját tárja fel, meglehetősen szókimondó stílusban. A másik pedig P. Müller Péternek, a Janus Tudományegyetem oktatójának Szopianne színpadain című, a 80-as évek pécsi színházi életét színi kritikákban bemutató kötete. Meggyőződésem, hogy mindkettő nem csak Baranya megyében, nem csak az érintettek körében, hanem országosan is figyelmet érdemlő kiadvány lesz. A Sipos Színpad műsorában mához egy hétre mutatja be Nagy Éva, Kocsis István, Árva Betlen Kata című monodrámáját a Művészetek Házában, a Pécsi Napok kiemelt rendezvényeként. Hinni mertem, hogy magam elkének törvényeivel kötve meg a köveket, oly erős várat építhetek megmaradott szeretteim védelmére, oly erős várat! Maga törvényei, maga szabad lelke a legyőzöttnek. Jocsvapán, Haller Gábor még Károlyi Klára erőszakosan elvette az igazítőektől az ő templomukat. Hasonlóképpen elvétette Haller György, a fenesi templomot a pápistáknak áttaladta. A Szent Lászlói szándékába volt elvétette az igazítőektől. De azok ellent mertek állani. Jó lehet, a Haller György jobbágyai voltak. Tömlöcre is hányatta a viper a fajzat. Mindazokat, kik el nem menekültek. És kik elmenekültek? Mikké válhatnak azok? Erdőben lakozó, szabad fosztogató legényekké. Inkább ilyenekké váljanak. Nincsen, hogy fejet hajtsanak. A szökött jobbágynak is igazsága vagyon, ha hitében gyalázzák meg. Azt jelenti-e ez, hogy Isten visszavonta az ő törvényeit? Vagy pedig azt, hogy most már Isten idők végezetéig földi dolgokba bele nem szól?
mit jelent csak? Isten ránk bízta az ő törvényeinek védelmét. És mégsem így van. Ha ránk bízta volna az ő törvényeinek védelmét, erőt is adott volna hozzája. Keresztet raksz a mi válunkra, és elvárnád, hogy a világ összes gondját, baját is magunkra vegyük ráadásnak. Számíthatnál-e például érre el? Kitől elvetted a szeretteit? Miből táplálkozik most már az én erő? A farkas is akkor bátor, ha körülötte gyámoltalankodnak a kölykei. Ha nem tetszik neked, hogy én így beszélek, erősíts meg az én apili hitemet, hogy vannak még nagy, szép szándékaid az emberrel. Küldd le hozzám érthető jelet a te nagy akarásaidról. És akkor számíthatsz én rá. Jobban, mint bármikor. Vesztenivalóm nincsen már én nekem. De még hitemet, nagy akarásaidban nem erősítetted meg. Nézd el nekem. Ha nem vetem magamat alá én sem a te védtelen törvényeidnek. Vagy Zoltán Iván harmadszor rendezi ezt a darabot. Miért? Hát mind a három előadásnak más-más a története. Amikor ez 1975 márciusában megjelent Kolozsváron a Korunk című ott megjelölő magyar nyelvű folyóiratban, akkor ez nem csak Erdélyben volt esemény, hanem itt Magyarországon is. És akkor még természetesen társadalmilag, politikailag egészen mást jelentett. Akkor egy olyan kisebbségi helyzetben lévő monolitikus hitet, monolitikus világnézetet egy országra rákényszerítő helyzetben az erdélyi magyarságnak, magyar kultúra, magyar sors védelmében egy olyan fajta politikai segélykiáltás volt, amit úgy gondoltam, hogy fontos itt Magyarországon fölhangosítani. Én voltam az első, aki ezt rendeztem, nekem úgy csempészték át ezt a kéziratot a határon, és 1975. júniusában be is mutattam Spányi Kévával. Természetesen ez nem csak egy politikai kérdés, ez egy nagyon gazdag, nagyon összetett, rendkívül komoly színpadi és szerepértékekkel rendelkező mű, ami miközben ilyen fontos politikai társadalmi programról is beszél, eközben egy nagyon gazdag és nagyon örökérvényű emberi sorsot is hát lehetővé tesz a színésznek fölmutatni. Érdekes, hogy régi pécsi színésznők szerepe volt ezt, hiszen Spányi Kévával játszották később is, de közben Ronyec Mária is eljátszotta a darabot. Igen, ez nagyon érdekes volt, mert mi bemutattuk 1975 júniusában, és Ronyec Mária 75 októberében mutatta be a Várban. 1980-ban újra színpadra állítottam, akkor meghívtak Debrecenbe. Lengyel György, az akkori művészeti vezetője a Debreceni Színháznak kérte, hogy rendezem újra ezt az előadást ott, és akkor már egy kicsit másról szólt, akkor már itt egy picit a mi belső helyzetünkre, a belső másságnak és a másképp gondolkodásnak is megvoltak a csírái ebben, és ott akkor már egy erőteljesen érezhető volt az itteni társadalmi helyzetre is hatással lévő érzékenysége a műnek. Ezt, hogy én megint elővettem, ezt két dolog indikálja. Az egyik az, hogy ma egészen másképp szólal meg. Szóval ma megint egy olyan válsághelyzetben lévő, megint egy olyan világnézetet, egy olyan teóriát erőteljesen terjeszkedve ránk kényszerítő jelenségnek vagyunk a tanulja, amit azt gondolom, hogy kötelességünk, és az egész ország számára, vagy az egész értelmiség számára fontos feladat ez valamilyen módon egészséges mederben tartani, és ennek a másságok mellett és a másságok érdekében felszólalni. Tehát egy nagyon fontos, valódi, aktuálisan égető helyzete felel ezúttal Magyarországon, a másik pedig az, hogy találtam rá egy nagyon alkalmas színésztőt, és ez akkor is fontos szempont volt, hogy itt a Spányik személye az egy olyan jelentős ér volt a darab bemutatása mellett, amilyen jelentős ér most a itt pécsi Nagy Évának a személye. Tehát eszembe nem jutott volna, ha őt nem látom, róla jutott eszembe, hogy neki ezt meg kéne csinálni. Egybecsengve az, hogy én ezt szívesen elmondom, és szívesen megszólaltatom ma is ezt a művet. Nem fiatal az Éva ehhez a szerephez? Nem.
Nem, az Éva jelen pillanatban olyan korban van, olyan életnői korban van, hogy 20-tól 70-ig bármit el tud játszani, a színészi alkatában ez benne van, és azt gondolom, hogy a színészi képességeiben is. Mégiscsak csodálatosra van ez a világ megtehetve. Mitől az ember már úgy látja, hogy utolsó reménységét is száraz kólóként pörgeti a szél. A kólóhely egyszerre sűrű, eltűnő, fiatal, életerős vága. Hogy is felejthettem el oly hosszú időre, hogy asszony számára egy-két gyávoltalan gyermek is jelentheti a boldogságot. Na nem az én mélyemnek gyümölcsei, ezen szeretetemre frissül előre szorulok, de mintha csak ezerszeresen azok lennének. Ott Péter uram, kicsi Katája az egyik, akit magamhoz kérettem és hozzám engedtet, egy szülőanyja elhalván szegénynek. Reggeltől estig, ha békét engemet nem hagy, felmászik rám, lehúz magához, lovagol rajtam. S nálam engedelmesebb paripa nincsen. Szaladok előle, szaladok utána. Minden búmat elfelejtek, még elfáradni is elfelejtek. Bóckodom, én öreg vagyok. És ha sikerül megkacagtatnom, nálom már nagyobb győztesnek a nagy Hunyadi János sem érezhette magát. Második gyermekem, nagyocska már. Betlen Sámuel uram, Sámuelje. Midőn édesanyja elhalálozva magamhoz vettem, és küldöttem nagyenyedre professzor Ajtai Mihály keze alá. Bizony nem sejtettem. Mi nagy vígságomra fog szolgálni, kamasszás erdülvén a pöttöm gyerek. Hát oly édes szava van, akkora szónok lesz majd belőle. Hetet hét országból jönnek majd csodájára. Kacagtunk is a minap, hogy lám, mit eddig senkinek sem sikerült. Sámuelünk által hamarosan B következik. Végük részen a vallási háborúskodásnak, hisz lesz-e, ki az ő térítő szavára át nem tér az igaz hitre. Kedves mulatságban trépálódtam bele, hogy mikor meghalok, ő fog felettem orálni. El is játszottuk. Én feküdtem mozdulatlan, mint a halva lennék. Ő meg csak beszél. Ő annyi szép dicsérő szókat honnan szedett elő? Kedvem lett volna tényleg meghalni, csak hogy folytathassam. Nagy gyerek lettem én is. Mindenkit meglep, hogy én mekkora gyerek lettem. Hogy kitart szépnek Pécs szépe, mármint a tavalyi, megtudhatjuk. Ám előbb az új Pécs szépe választásról a tájékoztatást a főszervező. Vágóképeink persze az elmúlt évi rendezvényen készültek. Tavaly alapította Pécs megyei jogú város önkormányzat ezt a címet, azóta védjegy is védi egyébként a Pécs szépe versenyt. Hát ez egy lokálpatrióta rendezvény, mert kizárólagosan pécsi lakosok nevezhetnek. Ennek végül is a kiküszöbölésére hamarosan tartunk egy nagyobb szépségversenyt is, ami nem Pécsre vonatkozik, de itt most a pécsi lányok, a pécsi szépek azok, akik versenyeznek. Bár ez inkább játék, én szeretném is, hogy a díjak, a nagy értékű díjak ellenére ez játék maradna, és hát most nem is ígértem a hölgyeknek, akik végül is szép számmal jelentkeztek, hogy ez egy becsületes, tiszta, játékos verseny lesz. 40-en fölül van a jelentkezők száma. A döntőbe ezek közül 12, illetve 13 versenyző kerül be. Mi volt a kitétel? A kitétel egyszer az életkor 17. életévét be kellett, hogy töltse az a versenyző, aki Pécs szépe akar lenni, illetve Pécs illetőségűnek kellett lennie, azon kívül meg kellett felelni annak a kritériumnak, ami persze minden versenyen előírás, hogy jelen pillanatban még nem jelent meg róla akt felvétel. Miért kellett kizárni azokat, akik Pécset egyetemi polgárok? Azok se szorultak ki a körből, akik Pécset tanulnak, és netalántán a nyarat nem itt töltötték, hanem valahol nyaraltak, mert az anyukák szép számmal jelentkeztek, és hát nevezték a csemetéiket erre a versenyre. A nevezések be is futottak, úgyhogy ígérhetem, hogy azok is itt lesznek ezen a versenyen, akik csak tanulói Pécsnek. A verseny főszponzora a Billy Autószalon, amely az első három díjat biztosítja a versenyen. Azt hiszem, hogy a Miss Hungary látva ez egy elég nívós díjú verseny.
Az első díj egy autó, a második díj 100 000 forint, a harmadik díj 50 000 forint, de szép számmal jelentkeztek más cégek is. Többek közt az Adria Alkok Kft., akik kozmetikai cikkeket adnak ajándékba. Jelentkeztek ilyenek, mint a For Life alapítvány, hogy sétarepülésre viszi a helyzet hölgyeket és partnerüket. Tehát én azt mondhatom, hogy aki a verseny elindul és a döntőig eljut, azt hiszem szuvenír nélkül nem megy haza. Kiből áll a zsűri? Hát természetesen, mint minden versenyen, a zsűri az titok, egész addig a pillanat, míg a döntő el nem érkezik. Egyet viszont elárulhatok. Két zsűriről van szó, az elődöntőn egy más zsűri fogja a hölgyeket elbírálni, mint a döntőn. Azt hiszem, hogy az viszont nem titok, hogy a tavalyi szépségverseny győztese Kakas Edit mindenképpen a zsűriben ott lesz. Hogy telt el ez az egy év? Nem sok mindenhová hívtak. A Grácia Diva Stúdió hívott meg egy divatbemutatóra, ahol háziasszonyként szerepeltem. Egyébként más nem történt ezzel kapcsolatban. Hát én úgy tudom, hogy még egy szépségversenyen szerepelt eredményesen. Igen, ez a Miss Hungary 92 volt, ahol harmadik helyezést értem el. Jelentkeztem egy manöken versenyre, ami Budapesten volt, és ott bekerültem az első 10 legjobb közé. Másfél évvel ezelőtt végeztem el a Magyar Divat Intézet manöken és fotomodell képzőjét, ott is alkategóriás manökenként végeztem. És nem lett, hogy egy menedzserre lenne szüksége? Hát de biztos, ne. Itt Pécsen nem nagyon lehet találni. Én azt hiszem. Hát most először is angolul szeretnék megtanulni. Májusban szeretném letenni a középfokú nyelvvizsgát. A képeken időnként egy fiúval látjuk együtt. Igen, ő a barátom, már 2 éve járunk együtt, és nagyon szeretjük egymást. És a szépségversenyeken elért sikerei nem árnyékolták be ezt a szerelmet? Nem, erő is nagyon örült a sikereimnek, velem együtt izgult, és talán még erősebbé tette a kapcsolatunkat. Kit tart igazán szép nőnek? Talán én azt hiszem, hogy nem is az fontos, hogy valaki tökéletesen szép legyen, hanem a megjelenése, az első megjelenés a fontos az emberekben, a benyomás, hogy milyen. Ez mégiscsak van valamilyen ideálja, hogy ha választani kell, akkor kire voksol? Milyen küllemű hölgyre voksol? Hát magas, vékony, arányos testalkatú legyen. Nem is azt mondom, hogy olyan nagyon szép legyen az arca, vagy valami. Nem, legyen benne valami különleges. A személyiség legyen. A divat szakmával kapcsolatos tervei nem jöttek be, de miből élt? Hát 2 hétig dolgoztam egy kaszinóban, Monte Carlo kaszinóban, de szerencsétlenségemre bezárt, úgyhogy azt abba kellett hagynom. Utána 1 hónapig voltam kisegítő egy butikban, de nem igazán tetszett, hogy egész nap leköt az a munka. És hát most hétvégenként egy diszkóban táncolok, mint előtáncos. És mi a kedvenc időtöltése? Főként rajzolni szoktam, portrékat vagy ruhákat tervezem. A baruháimat én tervezem, és a nagymamám varja meg. Lesz hát új szépségkirálynő választás, lesz könyvvásár, több színházi bemutató. De mi lesz még a Pécsi Napok programjában? 3 hétvégét tartalmaz ez az időszak. Erre próbáltuk felfűzni a többi programot. Ez a 3 hétvége 3 nagy rendezvénnyel várja az érdeklődőket. Az első hétvégén egy olyan sörfesztivál lesz Pécsett, amilyennél nem volt. Elsősorban a pécsi sör jelenik itt meg. Grácsból, Ausztriából hozunk egy hatalmas, mint egy 1000 főt befogadó sörsátrat, és itt az ifjúsági ház előtti téren állítjuk fel, ahol színes programokkal, non-stop programokkal, zenekarokkal, ökörsütéssel és sok minden érdekességgel fogjuk várni az érdeklődőket, és természetesen gondolunk a söröző apukák mellett a gyermekekre is, akik színes játékprogramot találnak majd itt 2 napon keresztül. Ez lesz a 12-13-ai hétvégén.
Ez a nyitó programja tulajdonképpen a pécsi napoknak, de mivel azért Pécs, a mecsekai város, azért a mediterrán bortermelővidék, borfesztivállal fog zárulni a rendezvénysorozat. Ez pedig a 27-i hétvégi vasárnapon lesz, a Széchenyi téren, immáron a hagyományos keretek között. És lesz egy közbülső hétvége, 19-20-án, ahol az elmúlt évben megrendezett tettyei színes kavalkádot szeretnénk egy kicsit lehozni a városba, számolva azzal, hogy még nagyobb érdeklődés várható, mint az elmúlt évben, hiszen nagyon jó híre kelt az elmúlt évi rendezvényeknek. Ezért a sportcsarnok, a jégpálya, a Szivárvány gyermekház, illetve Kállai Éva tér környékére egy sokkal nagyobb, hatalmas területre szervezzük, ahol szintén állni fog majd a nagy Gráci sátor, különböző vendéglátás lehetőségekkel, de a helikopteres bemutatótól, a tűzoltók bemutatóján keresztül az indián táborig nagyon sok minden lesz, minden rétegnek, minden korosztálynak és mindenfajta érdeklődést kielégítve. Emellett gondoltunk a különböző rétegekre. Lesz például a Nagylős uszodában 13-án vasárnap egy egész napos vízidili a diákoknak, ahol a tréfás vetélkedők mellett vízidiszkó is várja az érdeklődőket. Emellett pedig szinte végig az egész rendezvénysorozat minden napján a most már közkedvelt pécsi gyár várja a fiatalokat erre az alkalomra összeállított színes programmal, amelyben a stílusához tartozó avantgard programok mellett jazz és sok nívós más programot is találhatnak majd a fiatalok. Itt hadd említsem meg a három nagy egyház által szervezett egyházi fesztivált, amelyet kifejezetten erre az alkalomra terveztek, illetve szerveztek meg. Emellett egy gyönyörű zászló díszsel, apró zászló díszekkel telerakjuk az egész Kossuth Lajos utcát, ahol a különböző zenészek, utcai produkciók, bohócok és hasonlók bizonyára nagy érdeklődéssel fognak találkozni. Úgy, ahogy az elmúlt évben ez bevált, egy ilyen esti muzsika sorozattal a komoly zene iránt érdeklődők ismét megtalálják a Művészetek Házában, vagy a Hildudvarban a számukra érdekeset. Ugyanakkor bemutatkoznak nagy múltú együtteseink is. A Bazilikában ünnepi gálakoncerttel jelentkezik a Pécsi Szimfonikus Zenekar, de 10 éves a Pécsi Kis Színház, a korábbi Nyári Színház, amely nagy gálaesten szeretné felvonultatni mindazokat a régi, már emlékeinkben élő neves szereplőit, akiket még az országból vagy a határon kívülről össze tud hozni erre a gálaestre. Ha már szóba kerülhetett, hogy Pécsett másodízben szépségversenyt rendezünk a Pécsi Napok alkalmával, akkor talán meg lehet említeni azt is, ami nagyon sokakat, aprókat és idősebbeket is érdekel, mindazokat, akik szeretik az állatokat, hogy lesz Pécsett egy rangos esemény 18-án és 19-én a sportcsarnoknál egy országos állatszépségverseny, ahol több kategóriában mérettetnek meg a kis cicák, a kutyuskák és sok minden más házi állatok, bizonyára nagy érdeklődés mellett. És ehhez kapcsolódóan egy állatkerti alapítvány javára egy jótékonysági bált szervez a Mecseki Kultúrpark és a Magyar Állatkertek Szövetsége a Szlében étteremben. Bár nem a Pécsi Napok programjában, de az Egyházak Fesztiváljával egy időben kerül sor a második országos Tedisz Fesztiválra. Szeptember 25-én tartja a második országos diákfesztiválját a TEDISZ. A TEDISZ a Teljes Evangéliumi Diák és Ifjúsági Szövetség. Ezúttal Pécsen tartunk egy fesztivált. A helyszínek két helyszín lesz, párhuzamosan fognak futni a programok. Az Orvos Tudományi Egyetem aulájában 6 órától koncertek lesznek. Meghívtuk a Genezáret Együttest, Folk Ivánt és barátait, ők jazzt játszanak.
Az Ámen együttes is szerepel a programon, Pajor Tamással éppen most láthattak a nézők a Friderikusz Showban egy interjút, és a No zenekar fog fellépni egy lemezbemutató koncerttel. A másik helyszín az Ifjúsági úti aula. Itt politikai vita fórummal készülünk, meghívtunk országos és helyi politikusokat is. Mészáros Istvánt sikerült megnyernünk, a Parlament Emberjogi és Kisebbségi Bizottságának a tagját, és várjuk Fodor Gábort is a Fidesztől, valamint természetesen kormánypárti politikusokat is. A politikai vita fórumon olyan kérdések fognak szerepelni, mint például mi van az ifjúság lehetőségeivel, illetve lehetetlenségeivel, az eutanáziáról pár szót, homoszexualitásról, az abortuszról, csupa olyan kérdésről, amely eléggé rázós. Egy képzőművészeti kiállítást is szervezünk. A helyszínt még most keressük, de a kiállítók, ők a Contemporary Art képzőművészeti egyesületnek a tagjai. Fiatal keresztények nagyon jól indultak, nagyon sikeres kiállítók már eddig is. Az ő számukra mindenképpen szeretnénk egy bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Nem evangelizálni akarunk, hanem bekívánjuk mutatni, hogy ma a 20. században is lehet keresztény értékek szerint élni bibliai erkölcsiséggel, és ezért várunk ideológiai meggyőződés nélkül minden fiatalt erre a fesztiválra. Örömmel olvastuk nemrég a lapokban, hogy Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke, lovaggá ütötte Galambosi László, Pécset élő költőt. Ez persze a lapokban elég körülményesen jelent meg. Ott ugyanis az állt, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend polgári fokozatával tüntették ki. Ám ez magyarul azt jelenti, és a nemzetközi kitüntetési nomenklatúra szerint is, hogy lovaggá lett. S miben jár egy költő lovag? Nos, rózsavértben. Most a verseiből 10 évvel ezelőtt készült Rózsavértben című műsorunk néhány részletével köszöntjük Galambosi Lászlót. Az elhangzó első 2 vers alatt őt láthatják Berkesdi szülőházának udvarán. Ne csodálkozzanak, e régi műsorunk fekete-fehérben készült. Apám, míg vittél, néztem a madarak játékát. Lábam nem félt tövis harapástól. Fáradhatatlan apám, ösvényt vágó baltát hova tetted? Csizmád szekrényem fölött lóg a falon. Hányszor nőtt bozontja gazból, hínárból, pocsolyába hullott szalmaszálból. Szárán szánkázott a harmat. Most ügyetlen pókok zuhannak róla. Apám, hol akadt meg tenyered biztos röpködése? Kidobott kampós botot, gáncsot vetőt a sötétből. Kizárt a feneketlen gödörbe lélegzeted. Hova lett a bölcső, a pólya, ezüsttel futtatott sejem? A babát köszöntő kalács, a bor, tűz ölelő szirma, tolpuha fekhelyem. Sötét a szárnyak erdeje, forgó ködökkel ránk lehel. Megrabolt Erzsébet hova, kötényed mélyén mit viszel? Gyertyakoszorú közepén sárga tornyokat rak a hó. Gyertyakoszorú közepén csontot tipor az égi ló. Inged szőttem ezer éjjel, vállodott fürdettem violák fényével. Tűzkoronás kebled mézzel aranyoztam, pillangó fehérben fölötted lobogtam. Inged ragyog ezer éjjel, tündér most a fénye, nem szakadhat széjjel.
villámaim védnek, felhőim takarnak. Óhajú álmaim virágon altatnak. A fáradt csillagok szoknyájukat kifüggesztették a fákra. Belestem hozzá. Függönyöd bokrában rózsaszín fészkelt. Körém kerítést mondt az éj, szívemet szúrták lécei, a villanydrótokon árnyékok billettek részegen. Aludtál már. Ajtót kilincsével beszélt a kezem, suttogva engedett. Lélegzetet fátyolába kapaszkodt. Szádban akácvirágként csipkésztek fogait. Gyöngéden lopakodott belőlem a csók, percekig ült a homlokodon. Magammal vittem illatott poharában az éjt. Küszöbödről a virradat lepkéi vezettek haza, szempillámra szálltak, hogy játszanak az álom kék kendős liliomaival. Győztem érted rózsavértben, üdvösségem hófehérben. Rózsavértből hófehérbe, soha többé feketébe. Soha többé, soha sárba, nem hanyatlak konok gyászba. Hajnalból a férfi tornya, kristályfüggöny csöngyét ontja. Soha többé fuldoklásba. Égő ágként üszök gyászba. Rózsavértből hófehérbe, soha többé feketébe. A bot csinált a Kart Kovácsról a Szekszárdi Városi Televízió készített riportot. Hogy én nem tartom magam igazi kovácsnak, csak amolyan bot csinált a kovácsnak, mert nem tanultam sehol. Amit eddig tettem, az arra mind magamtól jöttem le, tehát autodidakta módon csinálom ezt az egészet. Egy film hatására tulajdonképpen, ahol nagyon megtetszett egy kard, és kíváncsiságból megpróbáltam elkészíteni. A családban foglalkozott még valaki hasonló tevékenységgel? A nagyapám az kovács volt, de sajnos már nem él. És amikor én elkezdtem ezt az egész dolgot, akkor ő már meghalt. Hát először is egy olyan acél kell, aminek viszonylag magas a széntartalma. Tehát a 0,6-től az egy százalék széntartalomig, az már egy jó anyag. Most a kovácsolás hatására összezömül, és utána edzésnél még jobb lesz. Tehát először kovácsolni kell mindenképpen. Meg lehet másképp is csinálni, de az nem az igazi. Én meg azt hiszem, az ősi technikával csinálom ezeket a dolgokat. Ennél a kovács tűzhelynél, amit magam készítettem, magam eszkábáltam össze, pontosan a hőfokot nem tudom, csak színről, tehát azért mondom, hogy 800 és 1000 között, de ez körülbelül megfelel annak, ami jó ahhoz. Én szinte hulladékanyagokból dolgozom, amit máshol eldobnak. A díszítések tulajdonképpen ötvös munka. Tehát úgy hívják, hogy poncolás. Apró beütőszerszámokkal díszítgetem ki, és elvileg bármilyen mintát, alakot bele tudok verni részbe vagy vasba. Az ötleteimet
részben könyvekből, illetve korabeli fényképek alapján készítem el a kardokat. Ez például egy római Glaudiusnak az utánzata, ez pedig egy a német Alföldről való Landsknechteknek a úgynevezett Katzberger másfélkezes kardjának nem éppen a tökéletes másolata, de valami hasonló. Tehát saját fantáziám is benne van, nem csak másolás, amit készítek. Most egyenlőre hobbi, de szeretném, hogyha ez fő foglalkozásom lenne, és ebből meg tudnék élni, mert szeretem ezt csinálni. Szeptember van. Ha nem is új év, de új évad következik. Hallgassák meg Arany János és a Szekszárdi Holló együttes kívánságait az új évadra. Velük én is elbúcsúzom, viszontlátásra jövő csütörtökön. Az új évet, ócska tárgy, kell megénekelni. Hálálkodva, ahogy illik, poharat emelni. Mit van mit kívánni még, így áldott időben? Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Olcsó legyen a kenyér, a gabona áros, jól füzesse a tinót, s nyerjen a mészáros. Legyen egység, türelem, hit a jövendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Szegény ember malacának egy híja se essék, messze járjon döbb halál, burgonya betegség. Gyarapodjék a magyar számra, mint erővel. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, maradjon, ez végében az ország. A vásárra a nőket sehoz ki ne fosszák. Isten, ami nincs, ez új esztendőben. Adjon Isten, ami nincs,